Halas Imre ismertette, hogy a Nyomorultak musical bemutatását közel 3 éves munka előzte meg, mivel többféle nemzetközi kritériumnak kellett megfelelni. A musical március 2-án debütál, 2-es és 3-as szereposztásban lesz látható. Jean Valjean szerepét Sasvári Sándor és Homonnai Zsolt játsza, míg Javert felügyelőt Szabó P. Szilveszter, Cseh Antal és Molnár Erik alakítja. A direktor arról is szólt, hogy eredetileg az évad a musicallel kezdődött volna, azonban pénzügyi nehézségek miatt 2012. március elejére kellett halasztani a premiért. A másik új darab az Ügynök halála bemutató előadása február 10-én lesz, amelyben Hauman Péter, a nemzet színésze alakítja Willy Loment, az utazó ügynököt, aki egy életen át hajszolja sikertelenül a pénzt, az elismerést és a nagy amerikai álmot. Mennyire azonosul a kisember figurával? Egy színész nem tehet mást, mint az, hogy azonosul. Akár kis ember, akár nagy ember, akár koltos, akár király, akár ekkora szerep, mindig azonosulni kell külön, mert a színész nem tudja ellátni a szerepét, nem tudja ellátni a feladatát. Milyen darabokban játszik most, illetve mire készül majd? Kérem szépen, egy ilyen nemes feladat után, egy másik nemes várán, egy valami egészen elképesztő bulvár színdarab, szabad most így mondani ezzel a kifejezéssel, ez a játékszínben a Bubus. Tehát innen elmegyek egy tengervízből elmegyek most egy finom, langyos medencébe, ahol ugyanolyan jól tudja magát érezni az ember, mint amikor dacol a hullámokkal. És mi az üzenete ön szerint a kisember figurának a mai ember számára? Nincs semmiféle üzenet, nem azzal íródnak ezek a darabok, hogy üzenjenek. Itt egy nagyon erős, nagyon korrekt, pszichológiailag komolyan, szinte tudományosan alátámasztott viselkedés. A színész figyelme csak erre fordulhat. Ha ennek eleget tesz, akkor üzen az magától, szándék nincs. Nincs szándék. Egy olyan központi helyen foglal helyet a világirodalomban, vagy a drámairodalomban ez a színdarab, hogy önmagában, ha pusztán csak azt teszem, ami a dolgom, hogy hogy működik ennek az embernek a lelke, nem kell üzenetet hordozzon, nem lehet szándéka sem a színháznak, sem a színésznek, ez majd üzenetet ad. Annélkül, hogy ez szándékkal történne. Hogy érzi magát a színháznak a társulatában? Nézem, mi egy nagyon komoly, nagyon erős, egybetartó csapat vagyunk, még akkor is, ha széthúzásra hajlandók. A színész az mindig színész marad. Ha érzi az akol melegét a színháznak, ha érzi a színpadnak az akol melegét, a bandát, a színészek közösségét, nem érezheti az ember rosszul magát. A főszerepre felkért nemzet színésze a világirodalom legjobb 100 darabja egyikeként tekint az Ügynök halála drámára. Hauman Péter Willy Loment megformálásával pedig szeretné feltenni a pontot az íre.